1947-ben ezen a napon hurcolták el Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet csapatok, majd tartották fogva 8 évig. Rá és a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra a koholtvádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, valamint az ellenállóként mártírhalált halt hősökre emlékeztünk Arcagon, a katolikus templommal szembeni parkban lévő kopjafánál. Az emlékezés koszorúját F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János alpolgármester, továbbá Rózsa Sándor a karcagi polgármesteri hivatal jegyzője, valamint Molnár Pál önkormányzati képviselő helyezték el.